Cserna Gábor, a Fidesz helyi szervezetének elnöke csütörtökön elmondta, hogy a nyugdíjprémiumot törvény szabályozza, és novemberben közel 3 millió ember kapja meg, aki nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban van. Hozzátette, ha sikeres az ország aktív része, akkor abból a nyugdíjasoknak is részesülniük kell. Mert hazánkban először lesz mód törvény által szabályozott keretek között. November hónapban valamennyi magyar nyugdíjas, ez kb. 2,6 millió szépkorúról, általunk igencsak megbecsült szépkorúról beszélünk, közel 3 millió emberről. Úgy fogalmaz a törvény, hogyha a magyar gazdaság teljesít, abban az esetben nyugdíjprémium törvény szerint jár, és ennek a kifizetésére fog november hónapban sor kerülni. Ez átlagosan 24 ezer forintot jelent valamennyi nyugdíjas esetében. A törvény korlátozottabban fogalmaz, mint amennyiről egyébként most a kormány döntött. Azok a nyugdíjasok is megkapják, akik a törvény által egyébként nem kapnának nyugdíjprémiumot. Tehát mindenki, aki nyugdíjban, vagy nyugdíjszerű ellátásban nyugdíjban van, vagy aktív nyugdíjasként, vagy nyugdíjszerű ellátás kap, ellátásban részesül, ők megkapják a nyugdíjprémiumot. Hogyan számolták ki ezt a nyugdíjprémiumot, hogyan fogalmaz a törvény, hogy hogyan jön ki ez az átlagosan 24 ezer forint? Ez a gazdasági növekedés mértéke az alapja. A jelenlegi gazdasági növekedés átlag mértéke meg 4,1%. Úgy fogalmazott erről az idősek világnapja magasságában, tehát október elején, szeptember végén Orbán Viktor miniszterelnök úr. Azt mondta, hogy ha sikeres az ország aktív része tehát aki dolgozik. Tehát ha sikeres az ország aktív része, akkor legyen sikeres a már inaktív része is. A már inaktív része az esetben természetesen nem egy pejoratív, nem vagyok én Bona Gábor a Dunaesi piacon, tehát ez nem egy pejoratív kifejezés, hanem az ő munkájuk is hozzájárult a most aktívak sikeréhez, így tudjuk ezt lefordítani magyar nyelvre. Jövő évben a jövő évre tervezett gazdasági növekedés magasabb mértékű jelenállások szerint, jelen prognosztizáció szerint a 4,1 helyett jövőre egy 4,3-as gazdasági növekedés feltételezhető, ebből adódóan esély és remény is van arra, hogy 2018-ban lesz nyugdíjprémium, már természetesen ha is amennyiben ugye a polgári kormány májustól folytathatja tevékenységét. Ezen kívül még mi várható az idén, ami biztos, ugye ezek az Erzsébet utalványok, szinte az állam által valamennyi, tehát 2,6 millió nyugdíjasnak postai úton kézbesítendő Erzsébet utalvány, alanyi jogom minden nyugdíjas, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő 10 000 forintos Erzsébet utalványt fog kapni, ezzel is segítve úgymond az ünnepre való hangolódást, készülődést, és ami ugye speciálisan helyi dolog, sokszor elmondtam, ez a nyugdíjasoknak Dunaújvárosban karácsony előtti hetekben fizetendő 5000 forintos támogatás, amelyről ugye rendelet szabályozza, így külön már a közülésnek erről nem kell döntenie. Készül a karácsonyi köszöntőlevelem, és a köszöntőlevéllel együtt valamennyi Dunaújvárosi nyugdíjas meg fogja kapni a levelet. A nyugdíjprémiumot tehát novemberben megkapják a nyugdíjasok, decemberben pedig az Erzsébet utalványt is, és a dunaújvárosi lakosok plusz 5000 forint támogatást kapnak karácsony előtt.